And yet my heart still speaks. My feet could step and walk. My lips could move and talk. And yet my heart stood still. Though not a single word was spoken, I could tell you that I'm felt desperate. Told me so well you knew. I never leave at all until the thrill of the moment. Köszönjük szépen az Octavoice újra a Laffert Kúria színpadán egy különleges hangverseny keretében, hiszen Norvégiából a Nordic Blue énekegyüttes is ezen a koncerten velünk közösen is, és egy külön saját műsorrészben is fellép. Újra számunkra nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. Azt hiszem, hogy kicsit kevesebb, mint egy évvel ezelőtt találkoztunk utoljára, és most újra itt vagyunk. A műsorunkat My Heart Stood Still, megállt a szívem, különleges jazzkórus feldolgozással kezdtük, és folytatjuk egy balladával. Egy jazzballadával, aminek a formája egy szerelmi vallomással kezdődik. Majd egy hirtelen fordulattal átvált vérbeli swingbe. Figyeljenek erre a hirtelen fordulatra, mindenki fel fogja ismerni. All the things you are. You promise kiss of springtime that makes the lonely winter seem long. You are the breathless hush of evening that trembles on the brink of a lovely song. You are the a star, the dearest things I know are what you are. Someday my happy arms will hold you, and someday I know that moment dear.
Köszönjük szépen. Ha van olyan mű a repertoárunkon, ami ebbe a millióbe, ebbe a környezetbe illik, akkor a következő az ilyen. Képzeljék ezt a házat mondjuk egy 100 évvel ezelőtt, mondjuk abban a szobában lakott a házi, hogy hívják?
házi úr, ott lakott mondjuk a drága felesége, középen meg mondjuk lakott a komorna. És esetleg... És átgondoltad te ezt? Te olyan, mintha nem éltél volna még 100 évvel ezelőtt. Remélem, hogy éltem akkor is, és én itt valahol itt lehettem, és részt vettem ebben a cserében. Ugye egy kis fekete-fehér 30-as évekbeli magyar filmekben van, hogy mindig benyit valaki egy szobába, és más van ott, mint akire számít. De ez adta annak a varázsát, és ebben a műben is ezt köszön vissza, amikor mindig mindenki másnak szerelmes, mint akitől ezt visszakapja. Nem tudom, hogy Kálmán Tamás, aki ezt a művet jegyzi, ezekre mind gondolta, amikor írta, Arany János szavaival gondolta a fene. Úgyhogy hallgassák most meg ezt a művet, és ki belelátja ezt a 4-es, 5-ös, 6-os szöget, ki nem. Szerintem a mű ettől függetlenül szenzációs. Nem kell bombon. Nem kell bombon, hagyjon otthon minden bókot, csókoljon meg most! Nem kell bombon, nem kell rózsa, nem kell több levél, nem kell más, csak lenne végre férünk én. Hagyjon már a rémekkel, a vers itt nem segít, nem kell más, csak lenne végre férünk én. Engedhessék meg egy kissé megszédítenet, attól tartok, kérem, nem lesz jó így. Még egy cinkos pillantás és elvesztem fejem, attól tartok, kérem, nem lesz jó így. Pardon, ha szabad a pás kezét, megcsófolgatom. Pardon, ez valami pénzedés, elrepent a gondom. Áui. Nem kell rózsa. Pardon, ha szabad a pénzt, rád megváratom. Pardon, ez valami pénzés, elrepent a gondom. Nem kell bombon, hagyjon otthon minden bombot, csúkoljon meg most. És hogy maradjunk még a századfordulónál, csak most egy kontinenssel arrébb tesszük le a székhelyünket, egészen pontosan Ohio államnak Dayton városába, és arról éneklünk, hogy milyen szép volt akkor, amikor még a föld volt zöld, és az ég kék, nem úgy, mint most, amikor egy kicsit megfordul. Sing a song of long ago, when things were green and moving slow. The people stop saying hello, they say hi, dio. Would you like to come over for tea with the missus and me? It's a real nice way to spend the day in Dayton, Ohio, on a sunny Sunday afternoon in 1903. Would you like to come over for
song of long ago when it's serene and moving quietly. The air was clean and you could see, and folks were nice to you. Would you like to come home for tea with the missus and me? It's a really nice way to spend the day in Dayton, Ohio. On a sunny Sunday afternoon. In 1914, in 1903, köszönjük szépen! Az Octovoice nem fél hozzányúlni különböző típusú műfajokhoz is. Az előbb konferáltuk házi komponistánkat, az Octovoice énekegyüttes tenorjának, oszlopos tagjának, Kálmán Tamásnak a kompozícióját, aki ezúttal egy különleges feldolgozással kedveskedett erre az alkalomra. Donna Louise-nak egyik slágerét, ami nagyon nehezen behatárolható műfaji meghatározás szempontjából. Donna Louise-nak az I Love You Always Forever című slágeréről készített egy hallatlanul izgalmas, nagyon érzékeny átiratot. Fogadják szeretettel. Feels like I'm standing in a timeless dream of light mist. Feels like I'm lost in a deep cloud of heavenly scent, touching, discovering you. Those days of warm rays come rushing back to me. Miles of windlands, summer night. Secret moment shared in the heat of the afternoon. Out of the stillness, soft spoken words. Say it, say it, say it again. I love you always, forever, near and far. Closer together everywhere. I will await you every day. Say it, say it. Sweet home, I am.
Sólya és az Octovoice énekegyüttes. Köszönjük szépen! Ha már így kalandozunk a műfajok tengerén, akkor kapaszkodjunk továbbra is hajóinkba, evezőinkbe, hiszen folytatjuk egy olyan műfajjal, amit ma még nem szólaltottunk meg. Ez nem más, mint a Rhythm and Blues. Sitting on the Dock of the Bay, a San Franciscói öböl partján ülök és merengek, erről szólt Otis Reddingnek az R&B ősi irányzatainak, az emblematikus alakjának ez a nagyon jelentékeny kompozíciója a 60-as évekből. És erre a dalra készített Kálmán Tamás egy újabb átiratot, fogadják szeretettel. Oh, morning sun. Sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tides rolling away. I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. Let my home in Georgia, heading for the Frisco Bay. 'Cause I got nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tides rolling away. I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like another's gonna change, and everything here remains the same. I can do what 10 people tell me to do, so I guess I just remain the same. Just to make this dock my home. So I'm sitting on the dock of the bay, watching the tides rolling away. I'm just sitting on the dock of the bay. Tamás és az Octovoice. On the street.
Köszönjük szépen. Nem tudjuk, hogy a szomszédban még gyakorolnak-e, de még adunk egy kis esélyt egy következő nem túl hangos művel. A mű The Lonesome Road arról szól, arról az útról, ahol a magányos emberek sétálnak végig. Nagyon bízom benne, hogy nagyon kevés olyan ember társul, akik egész életében magányosan kell ezen az úton végigmennie. Róluk szól ez a dal. Walk down that lonesome road all by yourself. Don't turn your head back over your shoulder and only stop to yourself when the silver moon is shining high above the trees. If I had stopped to listen once or twice, I had closed my mouth and opened my eyes. If I had cooled my head and warmed my heart, I'd not be köszönjük szépen, és most a kis megnyugvás után, egy kis csend után épp elérkezett az ideje annak, hogy felbőgjenek a motorok, hogy felizzanak a turbófeltöltők, és hogy zúgjon a menetcél a végtelen országúton. Erről a végtelen országútról, a végtelen száguldásról szól a Route 66, a 66-os út. Ami a koncertünk hivatalos utolsó műve, aki érti, hogy mire akarok ezzel célozni. If you ever plan to border west, travel my way, take the highway that's the best. At your feet on Route 66. It winds from Chicago to Hollywood. To
2,000 miles over the way. Baby, 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 you'll get your kicks, you'll cross on Route 66. Now you go through San Luis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City, and all the people you see, as we lovely love together, love to Mexico. Flex of Arizona, don't forget we don't have Kingman, there's no San Luis. Get into this tiny trip, you made that California trip. Get your gigs on Route 66. So take a road, the high road 66. Wow, 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 wow. Take the highway, but take the byway 66. The gigs on Route 66. De hogyha mégsem, akkor lássuk a völgyeket, és ne csak lássuk, hanem halljuk a Pintér Mónika. Meg a férfia, ezt a részt nem annyira szeretem, de ők is vannak, például a Geiger Gyuri, vagy éppen Semeti János, vagy éppen Pintér Döme, és akkor párszor magamról maradt még két verszak, szóval ráérünk, remélem senki nem sírja. Kálmán Tamás vagyok, csak
nagyon öreg hölgyről énekelnék most, egészen pontosan ebben az évben 45 éves, mint utána néztünk, de korához képest egész jól tartja magát. Szerintem ismerik is önök. Nem is mondok róla többet. Lady Madonna, children at your feet, wonder how you manage to make ends meet. Who finds the money when you pay the rent? Did you think that money was 7 cents? Friday night to rise without a suitcase. Sunday morning creeping like a nun. Monday's child has learned to tie his bootlegs. See how they run. Lady Madonna, dolly at your breast. Wonder how you manage to feed the rest. Down and down. Afternoon is never ending. Wednesday morning papers didn't come. Thursday night your stocking needed mending. See how